Csetényi Attiláné azt mondja, a klubok többségében a Covid óta csökkent a nyugdíjasok száma. Az idősek közül sokan azóta sem mozdulnak ki szívesen. A klubokra ennek ellenére nagy szükség van, tette hozzá az egyesület vezetője. December 15-től február végéig bezártuk a szolgáltatóházat, a klubok sem működnek, illetve működnek, de nem úgy, hogy a szokásos módon, tehát a szolgáltatóház is ugye 6 klubnak volt az összejövetele, hanem akkor is egy kicsit, akik erőben, egészségben még megvannak, mert azért nagyon idősek ám már a klubtagok. Tehát meg is értem, hogy nagyon félnek attól, hogy ha elkapják, akkor esetleg nem is érik túl ezt a betyárbetegséget. Hogy a klubok például tegnap is, vagy tegnap előtt az egyik klubban, a Szépművészeti Múzeumban volt. A szolgáltatóház zárva van tavaszig, a szépkorúak azonban nem maradnak egyedül, mondja az egyesület vezetője. A klubok foglalkozásokat ugyan nem, de számos közösségi programot, kirándulást viszont szerveznek. Megköszöntük a városnak támogatását, és köszönettel fogadjuk azt, hogy most is a nehéz helyzetben sem hagynak bennünket egyedül, és ugyanúgy számíthatunk akár a képviselő alapból, akár a polgármesterük keretéből is a támogatott összegetre. Csetényi Attiláné a városvezetéssel tartott fórum után megerősítette, hagyományos programjaikat a 2023-as évben is megtartják majd a klubok és az egyesületek.